Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsor mottoja lehetne az is, hogy akasztják a hóhért, ugyanis itt van velem három kollégám, egy operatőr kollégám, egy hangzásvilág felelős, majd elmondjuk, hogy ez egészen pontosan mit jelent, és egy szerkesztő riporter műsorvezető kollégám. Fogadják őket szeretettel. Szeretném, hogyha egy kicsit jobban megismernék őket. Talán a műsorban már megszokhatták, hogy médiacentrumos kollégáimat próbáljuk, igyekezzük Önöknek bemutatni, és hát azt hiszem, hogy Preszter Elemére az egyik legjobb alany erre, hiszen itt az adás előtt akár magadra is igazíthattad volna a kamerát, hiszen ennek a műsornak is már többször voltál az operatőre. Meg is tettem volna, csak nem engedték meg, mert közölték, hogy én most a vendég vagyok, úgyhogy tessék rábízni a szakemberekre ezeket a dolgokat, és teljesen igazuk volt. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, nagyon örülök, hogy végre beszélgethetünk, ezt már régóta terveztük, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi mindent fogsz nekünk majd mesélni. Ugyanúgy, ahogy itt van velünk Horváth Miklós kollégánk, a Vörös Marti Rádió felületünkön a kollégánk Miklós, bár azt nem mondom, hogy nem közreműködtél még a Nálatok Mizut című műsorban, mert volt már erre is példa. Így van. Volt, amikor meghívott hanggal foglalkozó ember voltam, de nem véletlen, mert ugye a Vörös Marti Rádióban is a hanggal foglalkozom. A hangzás világát említetted nem véletlenül, mivel az életem nagy kedvence, az bizony a hang, és az emberi hang. És akkor ezt majd jól kivesézzük, hogy honnan jött ez neked. És hát itt van velünk Farkas Szilárd kollégám is, akit szerintem a híradóból is jól ismerhetnek a kedves nézők, vagy akár, hogyha tényleg a híradós műsorainkat nézik, akkor az anyagok gyártásában is részt vesz. Azt hiszem, hogy ha jól mondom, akkor a kezdőkörben is elég sokszor feltűnsz, úgyhogy most egy székkel arrébb ültél, és most itt vagy, és be tudsz mutatkozni nekünk. Igen, kicsit még szokom ezt a vendég egyes helyet, mert a vendég kettes helyen szoktam ülni a Miki helyen, de hát ugye most ide sorsolt ki engem a gép, és köszönöm szépen a meghívást, és most már ezt a műsort is láthatom belülről. Igen, eddig ugye mindig csak ilyen sporttémákkal kapcsolatban szoktál magadról, illetve hát a magad véleményéről beszélni, de úgy magadról nagyon nem? Magamról nagyon nem, ugye egyik kollégánk heti csinálja mindig azt az újoncokkal, hogy leülteti őket, mallatófény, és akkor te ki vagy, de most erre sor kerül a műsor. Igen, most ezt megbeszéltük, hogy ez így lesz, hogy akkor itt most te is jól ki leszel foggatva, és akkor a nézők is egy kicsit jobban megismerhetnek. No, azt nézem, hogy 1984 őszén indult a Fehérvár Televízió, és a Vörös Marti Rádió is, hát szerintem a kezdetek kezdetéről te fogsz tudni majd mesélni, hiszen ott voltál az első pillanatoktól kezdve. Ezeket szeretném, hogyha megbeszélnénk ebben a mai műsorban, az egész indulást, amire ti emlékeztek, a Szilárdot, egy kicsit a jelen, jövő, illetve ti is még a jövőbe beletartoztok bőven meg a jelenbe, de egy picit a múlt és a jelen, a jövő alakulásáról beszélgessünk majd, mind a mellett, hogy egy picit jobban megismerünk titeket. Mindenek előtt mondjátok el, légy szíves a nézőknek, hogy ti most jelen pillanatban mivel foglalkoztok itt a médiacentrumon belül, hogy lássák, tudják a nézők is. Elemér. Kezdjem én? Jó. Ahogy az előbb említetted, én operatőrként dolgozom jelenleg a Fehérvár Médiacentrumnál. Ráadásul nem is főállásban, hanem csak félállású operatőrként. Ez valamikor nem egészen így volt, de most így alakult a világ. Ami azt jelenti, hogy a napi munkában úgy veszed ki a részed, ugye, hogy ami mondjuk híradós, vagy magazinos, képeket vagy bármilyen műfajú téma, igyekszem, akkor te mész a helyszínekre. Igyekszem képeket készíteni a helyszíneken, amit a szerkesztő riportereim kijelölnek. Ennyi. Ilyenkor egyébként gondolom, hogy nem sűrűn van arra példa, hogy mondjuk téged kérdeznek. Ilyenkor mennyiben más ez a szerep? Teljesen. Ez abszolút összehasonlíthatatlan. Tudnék, én azért keveredtem, ha jól tudom, a kamera másik felére, mert én nem akartam a rivarna fényben válni, úgymond. Nem szavakkal akartam közölni az emberekkel az én érzéseimet, gondolataimat, hanem egy teljesen más közlési formában, a képek által. Uh-huh. És ezért lett ez az egész operatőrség szerintem nekem. Azt meséld már el, légy szíves, a nézőknek, hogy amikor valaki ott áll a kamera másik felén, és hát mondjuk te, aki tényleg évtizedek óta itt a csapat tagja vagy, azért nagyon sok mindent láttál már.
hogy ilyenkor ti hogy érzitek magatokat? Mert ugye, hát azt nem kell mondanunk, hogy mindenféle eseményen, hát megtörténéseknél ott vagyunk, amit nem várunk. Például akár a balesetekről legyen szó, akár milyen esemény, akár politika, akár valami kis színesebb rendezvény, akár, hogy ilyenkor ti, mint a csendes megfigyelők, ott vagytok, és megpróbáljátok bemutatni úgy, ahogy van azt, ami ott történik, ilyenkor hogy érzitek magatokat egy-egy eseményen? Mert biztos vagyok benne, hogy sokszor van az, hogy mondjuk kuncogtok magatokban dolgokon például, vagy azt mondod, hogy hú, ezt most bárcsak ne nekem kellene megmutatnom, mert mondjuk a szíved összeszorul akármi. Világos. Esemény kapcsán. Értem. Azt mondtad, hogy a meséljem el a kedves nézőknek. Kedves nézőink, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, de nem az a kamerában beadva, úgyse mindegy, akkor vissza a Szilvihez, ez csak vicc lett volna, ha összejön, de nem jött össze. A helyzet a következő. Nekem ez meggyőződésem, hitvallásom, és szerintem nem csak nekem, hanem általában a szakmabélieknek, hogy a produkcióval úgymond mindig együtt kell élni. De nem lehet befolyásolni a produkciót. Tehát a kamera mögül én nem adhatok át instrukciókat, érzelmeket, csak az, ami esetleg az én szakmámhoz tartozik. Például a legelején megkérhetem a riportalanyomat, hogy ne ide álljon, hanem oda álljon, ugye háttér nem mindegy, hogy micsoda, stb. De sem az érzelmeim, sem a saját egyéni véleményem, mert természetesen emberek vagyunk mi is ott a kamera mögött, tehát van saját vélemény, de nem befolyásolhatom vele a produkciót. Az más kérdés, hogy aztán a stáb utána, amikor már mindennek vége van, akkor leül, megbeszéli és elmondja mindenki a magáét, és esetleg jól összeveszünk, vagy jól besörözünk, vagy mit tudom is, mit csinálunk, de ez a produkció közben lehetetlen. Tehát én általában éppen ezért, ha csak nem valami nagyon jó ismerősökkel vagyunk megáld, mármint szereplők, kell vagyunk megáldva. Én azért általában fapofával, szemtelenül csinálom végig a dolgomat. Sokan ezt nem is nagyon szokták érteni, azt szokták hinni, hogy én egy ilyen ufuc, befordult, szerencsétlen vagyok, akinek semmiféle érzelme nincs, de ez nem igaz, hanem ez egyszerűen egy szakmai probléma, hogy nem adhatom át, nem tehetem rá, nem terhetem rá a szereplőimre az én világomat. Nem tehetem meg. És hogyha mondjuk egy-egy eseményen túl vagy, akkor gondolom hasonlóan vagytok ti is operatőrök, mint mi szerkesztők, hogy vannak olyan események, amik nagyon nagy töltetet adnak, és tényleg nagyon feltöltenek minket, és meg tudják csinálni a napunkat, de vannak olyanok is, ami nagyon nehéz feldolgozni, például nekünk is. Hát természetesen, tehát mondom, hát nem ördögtől való, hogy mi is emberek vagyunk, tehát megéljük ezeket a dolgokat. Gyűlölök, igen. Gyűlölök balesetekre kijárkálni. Ahogy mindannyian, igen. Dutálom. Így van, nem csak én. Persze, ez teljesen. Na de kimegyünk, megcsináljuk? Megcsináljuk tisztességgel? Tisztességgel. Vigyázva a kegyeleti és egyéb emberi meg személyiség blablabla jogokra? Igen, vigyázva. Aztán utána leülünk egy csendes kis sarokba és elbőgjük magunkat. De ez már senkit nem érdekel, és ne is érdekeljen, mert nem ez a lényege a dolognak. Ugye nekünk be kell számolnunk valamiről, ami egy teljesen objektív beszámolót igényel, a szubjektumot nem igen szabad ebbe beletenni. És vannak olyan forgatásaim, igen, amit nagyon is élvezek, és félelmetesen nagyon-nagyon nagy élményt adnak. Nem csak ennél a tévénél, én más tévékkel is dolgoztam már épp eleget, és azért egy csíkszeredai Illés koncerten, ahol én a 62. operatőr voltam, tehát nem én voltam a főrendező, meg az atyaisten. Na de 62. operatőrként is zseniális élmény volt. Na de közben az élességnek meg kellett lennie a Szörényi Leventén, tehát a szakmáról nem feledkezünk, ugye? Aztán majd utána baromi jókat örülünk, és hatalmas élmény, és 3-4 évig még a tévéműsorban is meséljük ezt az élményt, de akkor és ott dolgozunk. Miki, most a jelenről beszéljünk, nálad folytassuk. Most jelenleg ugye a Vörös Marti Rádiónak, én így írtam fel, hogy hangzásvilág felelőse vagy, de ezt a honlapról vettem,
Én mondanék hangmérnököt, meg mindenfélét, de lehet, hogy butaságot mondok. Te vagy az, aki a hangzásért felelsz. Így van, és örülök annak, hogy ide visszakerülhettem, hogy úgy mondjam, ugyanis nekem a rádiózás a mindenem. Tehát most mindegy, hogy a világ mely részén, hogyan, miért, akkor is a rádiózás a mindenem. Tehát én tévéztem, csináltam más dolgokat is, a végzettségem is egy elég érdekes dolog ehhez képest, de én úgy érzem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, szeretek vele foglalkozni. Nem mindig jó egyébként úgy tekinteni erre a dologra, hogy ehhez kell informatika, kell digitális technika, kell analóg technikai ismeretek. Tehát itt sok minden azért úgy egybejön. Ezek után ugye mit lehet csinálni? Az ember azzal foglalkozik, hogy minél szebb, jobb hangot adjon át a nézőknek, hallgatóknak. Remélem, hogy hamarosan eljutunk odáig is, hogy a rádió is tudja mondani, hogy a nézőknek. A stúdióképeket lehetne nézni, ugyanis. Nekem van egy elképzelt vágyam, mielőtt még ide visszakerültem volna. Én nagyon szerettem volna megvalósítani azt, amikor a konténert, a látványstúdiót először megláttam, és láttam ott dolgozni embereket, és mondtam, hogy de gyerekek, hát miért nem mutatjuk meg ezt a hallgatóknak? A mai amerikai stílusú rádiózásba, ehhez alapvetően hozzátartozik a látvány. Tehát amikor a műsorvezetők ott ülnek benn, ott szenvednek a kedves riport alanyukkal, akkor igenis azt azért meg lehet mutatni, hogy ki, hogy, mit csinál. Tehát na, azért visszatérek arra, hogy mit csinálok jelen pillanatban. Végül is a technikai dolgokkal foglalkozom, ez sok mindent összefog. Nem vagyok egyedül, hogy úgy mondjam, ugyanis én azért úgy igyekeztem kiépíteni ezt a lehetőségemet, hogy van mögöttem egy support rész, aki az adás lebonyolítással foglalkozik, tehát annak a szoftverével. Van egy őik részéről egy támogatás, aki a számítógépek mint olyannal való kapcsolatot lehetővé teszik, és hát ugye van a hangzásvilággal foglalkozó jó magam, aki ugye azokkal foglalkozik, hogy milyen mikrofonok, milyen távolságból, milyen lehetőségeket lehet még adni a műsorvezetőknek, hogy szebb, jobb hangjuk legyen. Ilyenkor ugye előtérbe kerül az, hogy ha lehet, akkor a stúdiók azok csendesek legyenek. Tehát magyarul hangszigetelt, és nem hangelnyelőkkel teletűzdelt stúdiók. Mert az, hogy hangelnyelőt felteszek azon bizonyos frekvenciára, az nagyon szép, nagyon jó, de semmi értelme nincsen. Tehát ott akusztikailag egy megalkotott stúdióról kéne beszélni. Nagyon sok esetben ez hiányzik, de hát ezzel is kell foglalkozni, majd szépen lassan minden sorra kerül. Én legalábbis úgy érzem. Azt mondtad az elején, ha jól emlékszem, hogy ez ilyen beszélgetés. Igen. Ezt tudom, hogy most nem én következnék, de ez beszélget. Tehát igen, hadd vágjak. Mit mondtál, hogy a Miki hang... Hangzásvilág felelős. Hangzásvilág felelős. Szóval annyit hadd tegyek hozzá, nem titok, ugyebár a kedves nézőknek is elmondhatjuk, ott most ott az a kamerám, hogy a Mikivel a mi ismeretségünk, barátságunk nem mai keletű. És én csak annyit tudok erre kiegészíteni, hogy a Miki számomra a hang. Nem mérnök, nem mit tudom, mit mondtál ez előbb, hogy te az felelős. Nem, ő a hang. A Mikinek meg csak annyit akarok mondani, ne tiltakozz, te vagy a hang. Te vagy a hang. Mindenféle. Viszont a látvány stúdióddal egy picit vitatkoznék, bár teljesen megszokott, és nem bűn ma már, ugyebár még miniszterelnököket is látunk a rádióba képbe is nyilatkozni, ugye? Tehát ez egy ilyen divat lett, amerikai minta egyébként így van, valamikori. De számomra a rádió varázs az, amikor a doboz megszólal. Így van. Nekem az a... És hogyha most belegondolsz... Hogyha van egy ilyen, nézzél azt, és beszél. Annak idején a Jókai utcába egyszer meghívtál, hogy segítsél. Igen. Mert hogy a kimerő hang az folyamatosan brummos volt. Így van.
Így van. Ezért ekkor találkoztunk technikai vonalon először, és akkor mondtam, hogy milyen megoldást lehetne erre találni. Később aztán ez meg is oldódott. Aztán később volt egy újabb dolog, amikor a digitális pultot bevezettétek, és ugye a vágásoknál, ami most is mindig látható sajnos, hogy óriási hangcsúszások vannak. Tehát nem mindegy, hogy a pulton keresztül vág valaki, egy digitális pulton keresztül vágja az anyagot, vagy pedig két digitális bejátszóeszközön keresztül. Az egyiknél szinkronban marad, a másiknál ott a hanga sajnos csúszik, és méghozzá késik. Amit Elemér mondta, hogy te figyelj, meg lehetne ezt oldani? Hát jó, megnéztük, hogy körülbelül mennyi. A csúszás, a visszhangosítót tettünk be, effekt oldalát betettük, csak az effekt oldalát, és hogyha a pulton keresztül vágtak, akkor onnantól kezdve teljesen szinkronba lehetett vágni. Tehát a mi találkozásunk az valahol itt kezdődött, aztán később nagyon sok más területen is. Sőt, kolbászt is ettünk együtt. Az biztos. Na. Sőt, hogyha belegondolsz, az előbb beszéltél arról, hogy milyen rossz dolog forgatni baleseteknél. A Kunosnál én forgattam például. Jó. Tehát, és az egy olyan dolog volt, hogy akkor éjszaka én nem is mentem ki. Tehát ott voltunk a táborba, ott volt mindenki. Mi tudtuk már azt, hogy mi történt, azt is, hogy hogyan történt. Hát én azt mondtam, hogy én nem. Most nem. És majd két nap múlva mentem ki a helyszínt. Ugye az Edda gitáros Kunos Péterről beszélünk. Igen. Mi kimentünk a kis barátnőimmel, és összeszedegettük a motorjának a darabjait. No, zárójel. Jó, ez csak ilyen. Igen. Igen. Van olyan szituáció, mindjárt a Szilárdra is rátérünk, és megkérdezzük őt is ebben a tekintetben, de hogy tényleg van olyan szituáció, amikor az ember azt mondja, hogy valami oknál fogva nekem ez emberileg nem, vagy akár most mondhatnám azt, hogy vallási nézeteim miatt, vagy jó, akinek lehet, van, lehet, most úgy mondom, hogy aki olyan irányultságú, és éppen nem szeretne más dolgokba belefolyni, vagy éppen csak akár nem etikus valami számára. Nálam is van olyan, hogy a híradót nem vezetem le, hogyha olyan emberrel történik valami, és olyan nekrológot kell mondani, aki mondjuk személyes ismerősöm volt, vagy rokonom. Tehát ez a legborzasztóbb szerintem. No de, még akartam tőled egyet kérdezni, csak annyit, hogy akkor ez azt jelenti, hogy neked a hallásod az kitűnő? Szoktad vizsgáltatni? Nem. Mit? Nem. Hogy mondod? Mire van szó? Hát az az igazság, hogy ha onnan indulok el, hogy zeneiskola, illetve rosszul mondom, általános iskola, ott én zenei általánosba jártam eleve. Akkor még más tekintetben is van hallásod. Igen, énekzenei általános iskolába, tehát többek között a Kodály Zoltán volt annak az iskolának az egyik patronálója, hogy úgy mondjam, tehát ő megjelent időnként, és órákat is vezetett, és nézte, hogy hogyan tanítanak azok a tanárnők, akiket ő tanított meg annak idején. Tehát ez innen indult, aztán utána a hangszeres tudással kapcsolatban 7 évig ugye zongoráztam, alapvetően furujáztam. Tehát sok minden aprólékos dolog volt, aztán utána ugye elkezdtem ismerkedni a hangszereknek a frekvenciatartományával. Nem véletlen a hegedű, a zongora, az orgona, dob, cintányér, amik ugye különleges dolgok, különleges frekvenciák, tehát nem csak a normál frekvencia, amin megszólal, hanem azoknak a felharmonikus tartalmával is elkezdtem foglalkozni. Innentől kezdve ugye már a hanggal foglalkoztam, tehát azzal foglalkoztam, hogy mindezt hogyan lehet rögzíteni. Mert ugye a legkorszerűbb technológiákkal, CD és egyéb digitális úton, ott már felharmonikus tartalom nincs. Tehát azt kész, azt el lehet felejteni. Innentől kezdve azt kell mondjam, hogy a régi bakelit lemezek, illetve a magnószalagon tárolt anyagok, hangzásvilága sokkal jobb, mint a mai CD világ. Jó, nincs benne recsegés, nincs benne szalagzaj,
de szerintem az hozzátartozik. Biztos helyeselne még valaki, aki itt ül rajtunk kívül. Igen, ránéztem. És bólogattam egy eritoli kollégánk, mert hogy ő igen. is nagy bakelit rajongó. No, Szilárd, most már eljutottunk hozzád is. Szegény Szilárd. Nagyon szóval érzésem volt egy kicsit, mintha ülnék a főiskolán, és akkor a Murak a tanár úr elfértezését hallgatnám a szakmáról. Hát a tanár úr... Miklós professzor. A tanár úr is egyébként, amiről nem esett szó, majd visszatérhetünk rá esetleg, de tényleg olyan volt, mintha egy kicsit a szakmába vágólag nyilvánvalóan hallgattam volna egy előadást is. Sok érdekességet lehet megtudni így is esetleg, ha valaki még nem hallott az ilyesmiről. Na, ha jól tudom, akkor te egy éve vagy nálunk. Most már egy picivel legyen több. Fél. Fél? Ne idegesíts. Legyen április 20-a. Ne, de egyébként az a pont a szülinapom. Akkor erre emlékezni fogom. Nem tudom, miért van. Egyébként mindenki szerintem veled mindenki így van, mintha már ezer éve itt lennél, és tényleg nem fél évnek tűnik. Ezt utána fogok nézni. Na mindegy, hogy akkor ez alatt a fél év alatt, amióta ide kerültél, mi mindent csináltál? Mi az, amivel foglalkozol, azt meséld el a nézőknek, mert ugye látják az arcodat a híradóban, meg talán felismerik a hangodat, de hogy azért ennél azért összetettek. Igen, hát érdekes, ahogy mondod, hogy mindenki azt mondja, hogy te még csak egy fél éve vagy itt, vagy évek óta volt, aki azt mondta, hogy 2-3, hát tudod, amikor 3 év, nem tudom, fogalmam nincs, de nekem is olyan érzésem van, tényleg, mintha mindig is itt lettem volna, most már az az érzés kerít hatalmába, szerencsés esetben, amikor arra gondolok, hogy hol dolgozok, és itt dolgozok, és ez azt jelenti, hogy itt tényleg egy olyan családias légkörre, és szakmai munkahelyre találtam, ahol tényleg jól érzem magam, és nem tudok más mondani, és ez nyilván a munkatársak érdeme is, a te érdemel is, és a Urak érdeme is, és a többieké is, Zoli érdeme is, aki a kamera mögött ül. Ma éppen vele voltunk egyébként forgatni Pákozdon. Szóval úgy érzem, hogy befogadott a közösség, és én is igyekszem a magamét hozzátenni, amennyire csak lehet szakmai alapokon is, és talán jól is megy. Tehát az azt jelenti, hogy ugye te szerkesztő riporterkedsz, meg hát ugye a híradóban is műsort vezetsz, ha kell, akkor ugye megkérünk rá, hogy egy-egy magazinanyagot készíts el, ilyesmik. Igen, stand-upra is megkérnek. Nyilván ebből már sokszor voltak vicces szituk is, hogyha stand-up, akkor Szilárd. De szeretek egyébként mindent csinálni, és ugye nem hiába látnak néha a nézők, és ki lehet mondani, gondolom, hogy akár hírtévés, TV2-s, MTV-s mikrofont is a kezünkben, mert ugye bedolgozunk oda is, és hát az is egy plusz kihívás a helyi illetőségű, illetve a környékbeli illetőségű regionális dolgokon kívül. Majd elmondjuk azért, hogy honnan jöttél, mindegyőtöknél szeretném egy picit átvennénk ezeket az előzményeket, de hogy ugye te, neked azért ez a fajta munka egy kicsit más azért, mint amit azelőtt csináltál, de mégis tök jól belerázottál. Hogy érzed magad ezekben a szerepekben, főleg amikor mondjuk országos tévében kell mondjuk szerepelni? Például élőzni egyet. Ugye ez nekem nem újdonsült dolog, hogy élőzni kell és országos tévében szereplek, hiszen sportcsatornánál dolgoztam majdnem 10 évig, és ott kellett élőzni, ugye pályaszeli riportok, stb., de ott is készítettem magazinos anyagokat, híradós anyagokat is, de magazinbűsornak hívták azt a híradót, amiben én ott készítettem a háttér információkról szóló anyagokat. A napi híradózás az, ami újdonság volt nekem egy kicsit. Ugye ebből volt is egy kis félreértés az elején, hogy akkor csinálj egy híradós anyagot erről. Jó, én meg ugye a kis elképzelésemmel, hogy ahogy annak idején csináltuk, a másik televíziónál akkor elmentem, és mondjuk egy 3-4 perces anyagot így, tessék, itt van, ez itt tök jó lesz. Hát ide nem kell ám ilyen hosszú, mert azért egy híradó ugye több hírből áll, amit én tudtam is, csak ahhoz voltam hozzászokva, hogy egy kicsit hosszabbak az anyagok. De nem, hát itt egy kicsit rövidebbek, hogyha ugye híradóról van szó, a magazinok itt is hosszabbak nyilvánvalóan. És ott emlékszem az első híradódra, bár azt mondtad, hogy ne említse meg, de ne haragudj, kicsit alávaló módon megemlítem, mert aranyos volt, mert hogy ott voltam veled, amikor ezt így élőben először kellett csinálnod, és hát láttam, hogy izgulsz, de végül is tök jól megoldottad, és azt láttam, hogy úgy nagyon kellett a mankó, de hát de mindegyönkkel így van ez. És azóta meg tök jól belerázottál. Igen, mindenkinek van első híradója, hogy kinek hogy sikerül azt. Még nem néztem meg, hogy mindenkinek az első híradóját, nekem is volt első híradóm,
nagyon kapaszkodtam abba a papírba annyira, hogy ugye remegett a kezembe, sajnos most nem tudjuk megmutatni, de mindenki elképzelhet, hogy felveszem a papírt, kapaszkodok bele, és akkor gyakorlatilag, mintha fújna a szél szemből. Én meg sajnáltalak közben. Tehát sajnáltál, egyébként te voltál az anyukám ilyen tekintetben, hogy megtanítottál, úgymond a iradózásnak egy kis taportja, amire ugye sokat gyakoroltál velem, leültünk, és akkor mondtuk, hogy áll élőben a dolgokat. Viszont olyannyira megtetszett a dolog, hogy amikor különböző felületekre felkerültek rólunk az információk, hogy ki mit csinál, és miért szereti dolgozni, és mit szeret a legjobban, én akkor azt írtam, hogy a híradós székben érzem magam a legkomfortosabban, úgyhogy eljutottunk egy olyan szintre, hogy eljutottam egy olyan szintre, amit nem biztos, hogy annyira jól csinálok, de legalább jól érzem magam benne. Ez fontos, ez a legfontosabb szerintem, és főleg, hogy fél év alatt ilyen nagyot tudtál ugorni. Nem fél év, hát most már majdnem egy éve szerintem dolgozik év nálunk, ja, meg se látszik rajtad. Ne, komolyan vett. Én hamarodtálkozok is. No, egy picit akkor menjünk vissza a múltba, de csak így érintőlegesen, hogy hogyan csöppentetek bele a szakmátokba. Ugye itt most hallottuk már, hogy a hang az neked jött már pici korod óta. Te meg kamerával a kezedben jöttél világra? Hát nekem is van hallásom, mert azért én is jártam énekzenei általános iskolába, ugye? Mert oda jártam én is. Nekem későn jött. Tehát tőlem még valaki 20 évesen is megkérdezte, hogy na, remélek, aztán mi akarsz lenni, hogy ez sztereotíp kérdés. Halvány gőzöm nem volt róla, hogy én valójában mi akarok lenni. Szerettem fényképezni, de csak ilyen családi fényképezések, meg ilyen. Apám mindig, ugye akkor még celluloidra, és nem tévesen valamelyik műsorvezető egyszer azt mondta, hogy cellulóz. Nem, ez celluloidra dolgoztunk, ugye 24 vagy 36 kocka, jó drága volt a nyersanyag, úgyhogy mikor én elkezdtem ilyen fákat alsógépállásból, meg bogarakat, akkor az apám mindig rám szokott szólni, hát azért nem kéne az összes képen a család, amikor ugye állunk a Balaton parton, ugye az a lényeges, hát nekik az volt persze. De ez az egész, ez csak egy ilyen úgymond amatőr játék volt, és nekem 20 éves koromba került egyszer a kezembe egy videokamera, az akkori főnökömnek köszönhetően, aki egy nagyon agilis és jövőben néző vagy látó ember volt, és amikor ez a videokamera a kezembe került, akkor én rádöbbentem. Mert moziba jártam én előtte, tehát filmek, mozgókép, persze tudtam, hogy van ilyen, sőt, otthon volt televízió készített, nem csak mosógépám. És tehát a mozgóképipar az rend, az megvolt, csak a másik oldala a kamerának, és ugye ez az érdekessége. És én akkor, amikor ebbe a kamerát belenéztem, akkor én megdöbbentem önmagamon, hogy hát ez az. Hát itt van, hát mond, na, itt innentől kezdve, ám de abban a pillanatban rádöbbentem arra is, hogy ezt ilyen autodidakta lehet, mert szerintem a Jimi Hendrix se járt különösebben zeneakadémiára, az mégis világhírű lett, de azért mondom, jobb lenne ezt megtanulni. És akkor elkezdtem keresni azokat a lehetőséget, ahol ezt az egész, úgymond a szakmát meg lehet tanulni, nem lehet megtanulni egyébként közlöm tisztelettel, csak egy részét, az alapjait. Hát ez, és akkor amikor megtanultam, akkor már 1989-et írtunk, és az egyik kollégám név szerint Galván Elemér mutatott, nem a Galván Elemér, mert ez a tanúban van, hanem a Sies Anyi újságíró kolléga, akkor már hírlapnál dolgozott, és ő ismerte a főszerkesztőt akkor itt, a Varanyi Pált, és én megkértem a Sanyit, hogy... mert a Baranyi Pál volt a televíziónak is a főszerke, abban az időben még ez így ment. És megkértem, mert nekem semmilyen ismerettségem ilyen televízió, de nekem voltak, a nagyapám kovács volt, az apám szerszámkészítő, lakatos, az édesanyám, na tessék, akkor rokonok vagyunk. Ó, hát össze kéne jönnünk gyakrabban. Szóval, na, nem volt ilyen családi, hogy, tehát nem a Vitrai Tamás unokaöccse voltam, hogy ne lemégre, gyere a tévéhez, aztán majd. És annyit megkértem, hogy te mutass már be ennek a mókusnak, onnan, hát valami, hát oda tudnék keveredni. És így kezdődött az egész.
És akkor én ide keveredtem, és akkor ilyen slendriánok után, mint a Megyeri Zoli, Alász Pista, meg én hurcolgattam a magnókat, mert akkoriban ilyen hatalmas nagy magnók voltak a vállunkon, az operatőr vállán meg a kamera, és akkor mentünk. És akkor az első fél évem nekem így telt, hogy tanultam a szakmát, tehát a gyakorlatban lévő szakmát. Tehát nem egyből itt van elemérke, akkor összetessék, hogy csináljál, hogy biztos tudsz te jó műsorokat csinálni. Hát nem, nem is tudtam volna egyébként, hozzáteszem. És akkor ezekkel az emberkékkel én kiárogattam egy jó félig mindenféle forgatásokra, és ellestem, hogy mit is csinálnak, hogyan csinálják ők a dolgot, és akkor utána egyszer csak kezembe nyomták a kamerát, hogy most vagy se te, na, itt most akkor én is. És akkor hurrá, és akkor én is. És így. Uh-huh. És én azóta, ez 89-ben történt, azóta több-kevesebb megszakítással, hogy ilyen diplomatikusan fogad. Igen, mert kikukucskáltál azért kereskedelmi tévéhez. Kikukucskáltam, meg volt, amikor mondták nekem itt ennél a tévén, hogy kukucskálja ki, mert most viszont látásra van elemér, biztos rosszul viselkedik, nem tudom, szoktam én egyébként jól is viselkedni, de általában rosszul viselkedik. Na, mindegy, De azért több-kevesebb kihagyással, igen. Tehát azért mindig a tévé környékén maradtam, hogy a lévén Fehérvári, hogyha nem tévéztem a Fehérvár tévénél, hanem máshol, de találkoztam a Fehérvár tévésekkel a városban, és akkor söröztünk, vagy itt nem tudom. De hogy olyannyira tudtad ezt a tudásodat felfejleszteni, hogy azóta pedig a hangszíntérben tanárként is ott vagy és dolgozol? Hát ez a legújabb kor, tehát ez az emberiségnek a legújabb kora, amikor elemér tanít a művészeti gimnáziumban, Bodajkon, a hangszíntérben. Igen, mert nagyon kedves, nagyon régi barátom, ismerősöm, nem is tudom, félig meddig kollégám, aki ott a művészeti igazgató, Vörös Tamás, ő egyszer csak elhívott oda, hogy állítólag én ehhez a mozgóképhez én értek, ezeknek a diákoknak meg lenne szükségük ilyenre, hogy ők is értsenek hozzá. És akkor így. És akkor nekem jött a tanítani, én soha nem készültem, vagy vágytam, vagy... De szereted? Nagyon. Lelkesen csinálod. Nagyon. Pedig, hogyha belegondolok, és most nem azért, hogy belevágjak a szabadba, annak idején a Kodolányi Főiskolán... Ott is tanítottunk. Készítettünk egy olyan stúdiót, de ami kimondottan a filmes világnak állt, vagy videós világnak állt. Ez a Dezső Pistának a stúdiója volt? Ez sosem nem, ez volt. Mi? Nem. Korábbi? Sosem volt. Nem. Fenn az emeleten, ott, ahol a rádió. Ezt a stúdiót műszakilag, kifolyólag tulajdonképpen a Horváth Miki hozta létre. Egy igazi stúdió, tehát és az egy igazi. Olyan videós stúdió jött ott létre, ahol üvegfallal elválasztott, akusztikailag tökéletesen megoldott térbe lehetett dolgozni. És ott már annak idején azzal foglalkoztunk, hogy itt a különböző technikákról nem nagyon beszéltünk, hogy régen mi volt ugye Jumatic, High Band, tehát Low Band, High Band, aztán utána jött a Beta, és a Betához már tudtunk ebbe a stúdióba szinkronizálni. Tehát az egy óriási dolog volt, ahol már ugye órajelnek megfelelően tudja, a timecode-nak megfelelően tudja az ember vágni az anyagokat, és azt bárhonnan elő lehetett halászt. Tehát idáig el kellett tudni jutni, mert akkor azért voltam minden, VHS-től kezdve a... most akartam mondani, még volt egy... Vegyes technika, tehát, nevezzük úgy. Igen, és mindegyikből halászni kellett ide-oda, mert ki mivel dolgozott, olyan anyag volt. Uh-huh. És azt valahogy össze kellett pofozni, hogy azt jól nézzen ki. Uh-huh. És ugye ezt mindegyikünk tudta, hogy melyikkel hányszor lehet másolni. Hát a Betával azzal lehetett már, ott már lehetett csinálni eredményeket. Ja, hogy azért kanyarodtunk, igen, mert a Kodolányiban is volt tanítás. Tehát ott már kimondottan órákat tartott azoknak a főiskolai hallgatóknak, akik ezzel szerettek volna foglalkozni. Ő kiküldte őket adott helyre, adott
témák leforgatásához. Meg is látszik rajtuk, mert az egyik tévéigazgató lett egyszer csak. Így van. Siófok. A másik az az Azurák Csabi, aki az országban mindenki ismer, aki televízió. Tehát azért volt egy-két ilyen. Aztán voltak slendriánok, akik aztán elmentek mindenféle repülőgép pilótának, mint a Pető Gyuri. De ők is aranyosak voltak. Azóta is megkiabáljuk egymást bármelyikkel, akik ott tanultak annak idején. És most ugye, ahol most tanítok, az egy középiskolai szint, ott teljesen mások a viszonyok. Azért a főiskolában volt olyan, hogy tanár úr, eljön el velünk egy sörre. És akkor elmentünk egy sörre. És akkor még az egész napi 10 órán keresztüli szakmázás után, akkor még ígyünk. De hát a sörrivás között mit csinál? Szakmáztunk, per tovább kész. Éjjel kettőig toltuk még a mindenféle hülye filmtörténeti, meg egyéb kérdéseket, meg hogyha milyen optikával mit lehet, meg miért. Tehát nem, ez betegség, szóval nem lehet. Így van. Miklós, azt el kell, hogy mondjuk, szerintem, nem hagyhatjuk ki a mai műsorból, hogy a Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió kiváló műsorvezetője, te kedves feleséged. Így. És hát én egyszer beszélgettem vele Fehérvári Beszélgetések című műsorban, ahol elmesélte nekem a történetét annak, hogy hogyan indult el a Vörösmarty Rádió, és olyan jó volt hallgatni titeket ott, hogy hogyan kezdődött? Én nagyon picit, pár mondatban, mert tényleg nem sok időnk lesz most már erre, de egy picit azt beszéljük át, hogy hogyan kezdődött, és te hogyan jutottál el egyébként odáig, hogy oda becsatlakozz, és aztán utána mi minden történt veled egészen máig, mert ugye néhány évvel ezelőtt jöttél vissza közénk. Az, hogy a Vörösmarty Rádió hogyan jött létre, az csak tényleg pár szóba. Annak idején mi dolgoztunk egy másik munkahelyen, Gárdonyba, a ma is Tántó TV-nek hívják, ha még nincs. Létezik, de már nincs. Nincs. Akkor mi építettünk ott egy stúdiót, csináltunk műsorokat. Ott is jártam. Én is jártam ott. Na, nagyon helyes. Jaj, de jó. Itt szinte idő elcsúszással. Az idősebb társulatból szinte mindenki volt itt, megmondom őszintén. Akkor nekünk volt egy agrokomplexes megállapodásunk, ők támogattak bennünket ahhoz, hogy bizonyos berendezések legyenek. Majd aztán ez a támogatás kezdett egy picikét visszafelé elsülni, úgyhogy nekünk kellett keresni egy másik helyet, ahol a videó dolgainkat tudjuk tovább folytatni. Akkor ismerkedtünk meg a Rockenbauer Lajossal és a Kodolányi János főiskola akkori igazgatójával, és ott adtak nekünk lehetőséget, hogy ott hozzuk létre azt a stúdiót. A földszinten, hogyha valaki a könyvtár melletti részt úgy ismeri, akkor ott csináltunk egy stúdiót, amit kimondottan a főiskolai hallgatók oktatására szánt a főiskola. Végül is a főiskolának, ha én jól tudom, akkor a akkreditálásához ez szükségeltetett. Aztán, mikor ez már úgy ment, meg minden, akkor a Lajos gondolkodott azon, hogy te mi lenne, hogyha csinálnánk rádiót is. Én mondtam az elején, hogy nekem mindenem a rádió. Tehát én, amikor elkezdtem tanulni a főiskolán is, mindegy, hogy milyen szakon tanultam, én azért tanultam, és ezt elmondtam minden egyes oktatómnak, professzoromnak, hogy én rádiózni szeretnék. A végén ők is kerestek egyébként nekem helyet, tehát próbáltak ők segíteni. El kell képzelni, hogy erősáram automatikán végeztem, digitális technika szakon, tehát magyarul ilyen nagyon nagy feszültség digitális vezérléssel. És azért ez egy érdekes szakma volt. Na mindegy, és akkor a Kodolányi Főiskolán kaptunk lehetőséget, akkor mondta Lajos, hogy csináljunk egy rádiót. Én közben kapcsolatban voltam már eleve a rádiózással, mert ugye Fehérváron volt lehetőségünk egy rövid idő alatt rádiózni.
Hát az egy érdekes dolog volt, hogy a videostúdiót hogy alakítottuk át egy hét alatt rádióstúdióvá. Ti zavartátok a Szabad Európát. Mindenkit. Annak idején még voltak olyan telefonkészülékek, amelyekbe beleszóltunk véletlenül, tehát nem a mi hibánkból. És először nagyon tiltakozott ellene mindenki, majd a végén, amikor bejelentettük, hogy ez a rövid, ideiglenes adás, mit tudom, én nem emlékszem pontosan, hogy ez egy hét volt, vagy két hét volt, felhívott ugyanaz a néni. Tudják mit? Inkább a lányommal megoldom én azt a kapcsolatot, csak maguk adjanak tovább. Tehát nagyon aranyosak voltak, tényleg nem tudok mit mondani. És akkor mondom, egy ideiglenes FM rádiónak hívták, és meghallotta a Lajos is. De akkor tényleg csináljuk meg. Jó, akkor volt egy társulat, aki Helsznek hívták annak idején azt a csapatot, akik nekem ismeretségi körbe kerültek, és megkérdeztem tőlük, hogy árajánlat, ilyen stúdiót, ilyen átalakítást, mennyiért, hogyan a főiskola részére. Végül is ővelük csináltattuk meg a rádiónak a helyét, technikát tőlük vásároltuk nagy részt, és hát innen indult a Vörösmati Rádió. Eközben ugye a Roki kapásból intézte az, hogy ki legyen ott olyan ember, akinek a nevéhez azért sok minden fűződik, és ezek utána azt mondta, hogy jó, akkor megcsináljuk ezt a rádiót. És akkor ezt felépítettük idő arányosan, és nem véletlen talán az, hogy 94. szeptember 24-én, a születésnapom előtt egy nappal indultunk el a Vörösmalti Rádióban. Hát ugye elég sok mindent megért ez a rádió, ezt most nem fogjuk kivesézni, de azt ugye tudjuk, hogy a Kodolányiról aztán átköltözött oda a Jókai utcába, ahol mi voltunk korábban, és aztán jöttünk át ide mindenki így egy fedél alatt. Aztán volt egy 20-as évünk, ami nehéz volt, de aztán vissza tudtuk hozni a rádiót, és ebben te is nagyon... Annyit azért el kell, hogy mondjak, mert a Miki nem mondja el, mert akkor úgy néz neki, hogy dicsekszik. Holott dicsekszik, de mindegy. 94-ben, amit ők létrehoztak rádiót, olyat Fehérvár még nem látott előtte. Ezt azért tudni kell. Mert a rádió telepen ott voltak az ősrégi csöves erősítős, hatalmas hatósugarú távolságú, mit tudom én micsoda, Szabad Európa zavaró adók, de ilyen rádiót akkor még Fehérváron nem látott senki, amit ők létrehoztak. A Miki a műszaki tartalmát, a Roki meg a feltételeit ugye megteremtve, mert ugye hát ez azért lóvé, pénzbe kerül, ugye, tehát ezt tegyük, ezt csak hozzáakartam így. De voltál te máshol főszerkesztő is? Igen. Hát utána én ugye elkerültem Fehérvárról, bár továbbra is a Velencei tópartján laktam, de akkor felkértek arra, hogy Esztergomba egy rádió tönkre ment, és hogy megpróbálnám-e helyreállítani valahogy annak a dolgait. Aztán azt úgy sikerült felépíteni, akkor úgy neveztük, hogy az új Rádió Esztergom. Már csak azért, mert ugye ennek vannak hivatalos platformjai, ahol nem lehet megváltoztatni a nevet, tehát Rádió Esztergom volt a neve. Én az újat elétettem, mert ugye megkülönböztetni azért lehet, hogy ez már nem a régi, ez az új Rádió Esztergom. És utána erre aztán felfigyelt sok más beruházó, és ott abban a környékben volt egy igény, és így lett aztán Komárom, Esztergom, Vác, Pécel, Monor, Gyál, egy komplett rádióhálózatot sikerült így létrehozni, három stúdióval, tehát három adó stúdióval, amit különböző módon szinkronizáltunk aztán össze. Volt önálló közvetítése is mindegyik stúdiónak, és volt hálózatos, tehát ugyanazt a műsort is tudtuk sugározni. Ez akkor egy nagy kihívás volt, ma már nem akkora kihívás, már csak azért, mert ma egy modulációs jelet elküldeni, illetve igen, hát egy modulációs jelet, akkor bérelt vonalon lehetett. Tehát amiből mondjuk egy kilométer
bérelt vonal egy órára, az millióba került, vagy több százezer forintba. Ma már ugye ezt másképp oldjuk meg ugye az internet világába, de ez egy óriási lehetőség, hogy egyáltalán idáig eljutottunk. Az mi az a modulációs jel? A modulációs jel. Ja, tehát az, amit én beszélünk. Tudom, de a nézők nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát a rádióstúdióból ugye a mikrofon keverő után megy ki, ahogy az adóhoz eljut a jel, az a modulációs jel. Modulációs. Köszönjük szépen. Talán. No, de a lényeg, hogy aztán visszakeveredtél hozzánk. Igen, ott nekem volt közben egy kis kihagyásom, és én akkor tanultam sok mindent. Tehát ugye az én végzettségemben sok minden beletartozott, ezért aztán a biztonságtechnikának az elektronikus része az szintén, így biztonságtechnikával is foglalkozhattam, aztán a végén egész Nyugat-Dunántúl bizonyos tekintetben hozzám tartozott, de ez nem az én világom volt. Na. Tehát én ott is igyekeztem becsülettel helytállni, megtanulni, tehát ma is tudom azokat a kormány rendeleteket, egyebeket, ami alapján például átvizsgálják akár az én táskámat, akár az Osamba, akárhol, tehát én tanítottam ezeket az embereket erre, például. Tehát tanítás, látod, már megint előjön. Ez egy érdekes dolog volt, aztán utána minden mással is megismerkedtem, tehát tényleg én igyekeztem nagyon sok mindent, aztán akkor hallottam, hogy itt valami átalakulás van, és hát mondom, jól van, és akkor Fecóval beszéltem nagyon sokat, és... Barabás Fecóról van szó, aki előttem foglalkozott ezzel a technikával, és az egy csúcs dolog volt szerintem. Én egy évig, amikor aztán ide a végén visszakerültem, én egy évig csak tanultam. Tehát én őszinte leszek, nekem az egy nagyon nagy kihívás volt. És azért... Na, de ma már minden flottul megy. Ja, igen, igen. Sok mindent sikerült azért megtanulni, De azért nagy kihívás a digitális technika. Tehát itt nagyon rövid idő alatt nagyon nagy változások jöttek létre. De ezt a kihívást, ennek elé kell vetni az embernek magát, mert amíg van célja, addig tud dolgozni. Én legalábbis úgy érzem. Tehát én így dolgozom mai napig is. Na és akkor te a Vörös Marti Rádió hangja vagy, te pedig a Vörös, illetve majdnem Vörös Marti TV-t mondtam, a Fehérvár TV egyik új arca lettél. De honnan indultál? Azt tudom, hogy Ajkán születtél. Igen, Ajkán születtem. Aztán felkerültem Budapestre, és hogy csak legyen egy kis kötődés. Én is akkor Dolányin tanultam, csak éppen ugye abban az évben, amikor én elkezdtem a főiskolát, akkor jött létre a budapesti képzési széke. Nem emlékszem rátok, vagy nem jártam be az órára, vagy nem tanítottatok ott, vagy nem tanítottatok. Nem jártam be Fehérvárra, nagyon sok szépet hallottam. Ugye, Fehérváron indult ez. Kihelyezett képzés voltunk Budapesten, gyakorlatilag ugyanazt tanították. Ugye én kommunikáció, médiatudomány, televíziós szakirányon végeztem a főiskolát, aztán az ELTE-n elvégeztem, illetve majdnem, hogy elvégeztem. Innen két év megvan, a tárgyak megvannak, már csak az áróvizsga hiányzott volna, de helyette inkább elmentem a, hogy mondtam, a sporttelevízióhoz, és ott úgymond befejeztem, illetve elkezdtem a szakmát a gyakorlatban is elsajátítani, mert ugye ti is mondtátok, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a szakmát csak gyakorlatban lehet megtanulni. De az ELTE is lett volna szakma, tehát tévés szakirány? Igen, a mesterképzésen ugyanezt folytattam. De még levizsgálsz tovább szakszal. Gyakorlatilag. 5 év eltelt már. Akkor már kevés az esély. Majd hát, hogy ismertek valakit, aztán összehozni. Intézkedünk. Igen. Tehát az volt a lényeg, hogy én is gyakorlatban szerettem volna foglalkozni ezzel az egésszel. Ugye én középiskolában a pénzügyi szakirányon végeztem, és akkor utána egy 2 éves szakképzést teljesítettem Ajkán, ami után be lehetett kerülni a Kodolányi főiskolára, mert velük kooperálva volt meg az egyik Ajka iskolának ez a képzés. És akkor azt hiszem, hogy hárman tudtunk tovább menni. Először 25, aztán csak 15-en maradtunk, és hárman értük el azt a bizonyos tanulmányi szintet, amivel átvettek minket főiskolára. Szerencsére én voltam az egyik.
és hát akkor már tudtam, hogy biztos, hogy csak ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni, és egy kicsit visszamenve ez már az általános iskolába is kiütközött, mert amikor a tanárnéni azt mondta, hogy akkor ugye írjatok fogalmazást, én azt nagyon szerettem, ugye nagyon nehezen vettem rá magam, de aztán nagyon-nagyon élveztem történeteket elmondani, átadni, ugye valamilyen szinten erről szól, sőt ez a szakma is igazából erről szól, riporterként is akár, és mindig én voltam az egyik, akinek fel kellett olvasni a fogalmazását, és voltak mások, de az tuti volt, hogy a Szilárd olvassa fel először. Úgyhogy ott már egy kicsit látszott, hogy ez engem érdekel, vagy hát ebben érzem otthon magam. És egy kicsit most elkalandoztunk. És akkor, ha Ajkán születél, akkor hogy keveredtél Székesfehérvára? Úgy keveredtem végül Székesfehérvára, hogy ugye átutazóba mindig úgy bejtettem, akár busszal, akár vonattal mentem vissza Budapestre, ugye még a főiskola miatt, és mindig nézegettem, hogy milyen jó hely ez a Székesfehérvár, ugye az otthon, Ajka, és még Budapest kettő között valahol van, nincs még olyan messze, hogy haza lehet látogatni, szép nagyváros, de jó lenne egyszer esetleg itt lakni, dolgozni, már csak egy lány kéne találni, aki itt is tart, és ugye ez is feljött, mert az egyetem alatt ismerkedtem én meg a mostani feleségemmel, aki székesfehérvári kötődésű, a szülei mai napig itt laknak, és hát hogy nem történt, ugye a kisebb-nagyobb televíziók, én Veszprémben dolgoztam televíziónál, gyakorlaton is voltam ott még a Sét TV-nél, aztán Regina TV, nem tudom, hogy megvan-e még ez a televízió, egyébként ott kezdtem el úgymond, és még? Aztán Regina televízió, Sét TV, Regina TV. Sét TV-t aztán emlékszem. Nem tudom, hogy megvan-e már, sajnos, nem biztos. Aztán utána egy önkormányzati tévénél dolgoztam az egyik kerületbe, Budapesten, a 12. kerületbe. Utána pedig úgy gondoltam, hogy bele kéne csöppenni az országos televíziózásba is, akkor hadd legyen kövér. Hát ugye, amit nem írnak le, és ezt most mondom azoknak, akik kommunikációs szakirányon tanulnak, hogy hát az nem úgy van, hogy akkor elvégzed ott a papír, és akkor meg bekopogtatsz, aztán te leszel a sztár. Nem, az úgy volt, hogy két évig örült az ember, hogy oda járhat, két év gyakornokság körülbelül, és kihalásos alap. Táskacipelés, kávéfőzés? Nem táskacipelés, kávéfőzés, én ugye mindig, tehát valahogy benne akartam lenni a történésekbe, és a stáb, akik elmentek, ugye operatőr, egy-két operatőr, talán még hangosító is volt annak idején, amikor oda kerültem, ugye most már csökken a szakma ilyen szempontból is, de beültem a riporter és az operatőr mellé, és akkor mondtam, hogy hát hadd menjek már el veletek, és akkor éveken keresztül úgy nézett ki, hogy én jártam forgatni, örültem, hogy ott lehetek, megszólalni nem lehetett, és akkor amikor már látták, hogy valami affinitása azért csak van, vagy bejöttek a kisebb-nagyobb forgatások, akkor elkezdtek engem is elküldeni forgatni riporterként, hát írogattam meg a szakmába. De ez nem volt olyan egyszerű, viszont az út nagyon érdekes volt, és most örül az ember már, hogy itt lehet egy ilyen közegben is akár. És utána kerültem Székesfehérvárra, és ehhez a televízióhoz, és nagyon örülök neki, hogy ez így alakult végül. Most már nagyon fogytán van az időnk, azért még arra kíváncsi lennék, hogy milyen kedvenc témáitok vannak, mert azért van mindenkinek szíve csücske szerintem. Azt megbeszéltük, hogy mit nem szeretünk, riporterként, meg operatőrként. Gondolom nálad is van azért olyan, amit nem szeretsz a te munkád során. Például egy áramszünetet. Ma már ez tök jó, szerintem. Már tudom, hogy sima ügy már visszatud. Tudom, hogy milyen sorrendben mit kell csinálni. Uh-huh. Amit soha nem lehet egyébként leírni, mert ugye ezt automatikát is meg tudnád csinálni, csak ahhoz nagyon sok pénz kell. És akkor a te kedvenc tevékenységed az? Az én kedvenc tevékenységem? A rádiózáson belül. Én megmondom, hogy mi. Mindent szeretsz. Komoly zenei hangfelvételek készítése élőbe. Tehát amikor ott az ember bemikrofonozza a komoly zenei koncert helyszínét, és megjönnek ugye a vendégek, a hallgatóság, tehát akik hallgatják ezt az egészet, és utána megjönnek a zenészek, és az ember felteszi a fejhallgatót, ott valami gyönyörű világ van. Komolyan mondom, az egy olyan más világ, amikor felteszed a fejhallgatót, és hallod, hogy honnan milyen kis cicergések, egyebek, mocorgások jönnek elő. És amikor úgy elül a csend a nézőtéren, hát ez valami csoda, amikor onnantól kezdve megszólal a zenekar. Tehát nekem ez a kedvencem. Én megmondom őszintén, hogy templomokba is csináltam már felvételt. Örültem neki. Pedig az nagy kihívás, mert ugye ott a vízhanggal azért nagyon csinyán kell bánni, meg hát tudni kell, hogy mit szabad ott felvenni, és mit nem.
Elemér, neked mi a kedvenced? Beosztott operatőrként nincs kedvenc műfajom, és ahogy beszélgettünk is már róla, nem is lehet. Ilyen nincs, hogy én ezt csinálom, ezt meg nem csinálom, ezt meg miért nem csinálom. Más kérdés, hogyha fölteszik nekem a kérdést, és lehet választani, de hogyha nem lehet, akkor nem lehet. Ezt tudomásul kell venni ebben a szakmában mindenkinek. Operatőrnek, vágónak, szerkesztőnek, bárkiről van szó, ez egy ilyen szakma. Itt, hogyha baleset van, és én rám kerül, akkor nekem kell kimennem. Ha szeretném, ha nem. Más kérdés az, hogy nekem van kedvenc műfajom a mozgókép iparon belül, mégpedig amit csinálni szoktunk ebben a televízióban is régebben, ma már sajnos nem, az a dokumentumfilm. Tudnélik, én tanítom a tanítványaimnak, hogy a képkivágások léptéke az ember. Tehát ahogy a világot bekeretezem, annak a léptéke az ember. Az én szememben az egész létünknek, létezésünknek, vagy ezeknek a kifejező erővel bíró, úgymond művészeti ágaknak a legfontosabb eleme az ember. Éppen ezért nekem nagyon fontosak a dokumentumfilmek, illetve az életrajzi filmek. És ezt belátható, hogy meg lehet csinálni a kisebb régióban, tehát egy városi média centrumnál is, tudnélik, itt is vannak nekünk fontos embereink. Lehet, hogy a nagyvilágnak a 26. székesfehérvári alavárdos nem fontos, de azért a Vakler Lajos kollégámmal kimentünk, és két hajléktalan életét feldolgoztuk ezelőtt 20 évvel. Mert ez nekünk azért valahol fontos volt, hogy ezek a mi kis szerencsétlen sorsú embereink, ezek most hol vannak, hogy élnek, hova jutott, mire jutott, és stb. Az nagyon fontos nekünk a mi saját különbejáratú polgármesterünk, püspökünk, tanítónk, orvosunk. Ugye őről mind portré vagy dokumentumfilm formájában, ugye, lehet, nekem ez a... Nekem ez. Köszönjük szépen az ötleteket. Szilárd, neked vannak kedvenc dolgaid? A sportot azt szereted, azt tudom, hogy a sportos dolog, akkor át kell adni. A sportot azt szeretem, hát nem biztos, hogy nem kell adni, én nagyon szeretem az összes többi közéleti témát is, ami van. Éppen azon gondolkodtam, hogy erre mit válaszolják, hát szerintem úgy lehetne talán összefoglalni, hogy egy anyagban mindig annyi van benne, amennyi időt kapunk rá. Hogyha egy anyagból, és legyen ez szubjektíve érdekesebb, vagy nem annyira érdekes, de minden forgatásból ki lehet hozni többet is, vagy kevesebbet is. Nyilván egy témában mindig több is lehet annál, mint hogy csak egy híradós anyag legyen, de akkor is a legfontosabb információkat kell közölni, mondjuk csak 1 perc, 20 másodperc idő van rá. Viszont egy anyagban lehet ennél sokkal több is, 3, 4, 5 perc, akár 10 is. Hát én forgattam régebben a 3 perces magazin műsoroktól kezdve a 12 perces magazin műsorokig is. És nyilván amikor egy hosszabb, tartalmasabb műsort kell készíteni, az érdekesebb tud lenni. Uh-huh. Tehát akkor nincs olyan, amit mondjuk így, ha lehet választani, akkor inkább azt választ. Ez szubjektív, azt lehet mondani forgatások kapcsán tényleg, hogy vannak izgalmasabb témák, és vannak kevésbé izgalmasak is, azt hiszem, így lehetne talán megfogalmazni. No, akkor ezt holnapi napi szerkesztőként megjegyzem, és akkor holnap bármit adhatok. Csak az izgalmasak. No jó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elszaladt az időnk, pedig még egy órát szerintem simán tudnék veletek erről a témáról beszélgetni, és rólatok. Én azt kívánom nektek, hogy maradjatok mindig ilyen lelkesek, alázatosak, és maradjatok velünk nagyon sokáig. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!